A kormány a február végi, március elejé rendkívüli hideg miatt döntött úgy, hogy 12 ezer forintos támogatást ad a családoknak. Ahol a fizetés fogyasztóhelyenként történik, ott a családok közvetlenül kapják meg a támogatást, ahol pedig a társasház rendezi a távhőszámlát, ott a társasház kapja majd meg a segítséget és dönti el később, miként érvényesíti azt a tulajdonosok felé. Erről Kósa Lajos tartott sajtótájékoztatót szombaton Budapesten. Magyarországon a legtöbben gázzal fűtenek, mintegy 3,4 millió fogyasztó van, akik gázzal fűtenek, 650 ezer fogyasztó van, aki távhővel fűt, ennél lényegesen kisebb a száma a fával, illetve a villanyárammal fűtőknek. Az én feladatom az, hogy a távhő szolgáltatást igénybe vevők, tehát a távhővel fűtők számára biztosítsam a téli rezsicsökkentés 12 ezer forintját. Ma volt az az egyeztetés, ahol a távhőszolgáltatók szövetségével, az energiahivatallal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, illetőleg a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztettük a lehetséges megoldásokat. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak rendelkezésre áll a távhővel fűtők téli rezsicsökkentésének 7,8 milliárd forintos fedezete, amelyet április 15-ig átutalnak a szolgáltatóknak. A kormányhatározat előírja majd a távhőszolgáltatóknak, hogy 15 napon belül kötelesek tájékoztatást adni a támogatásról a lakástulajdonosoknak. A szolgáltatók a levélben kitérnek arra is, hogy a bérbe adott ingatlanok esetében a bérleti szerződés alapján kell meghatározni a támogatás címzetjét. A Magyar Energiahivatal felügyeli, hogy minden távhővel fűtő fogyasztó megkapja-e a téli rezsicsökkentést.